Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajó Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megújulhat a Pécsi harmadik színház épülete, 300 millióból korszerűsítenék az ingatlant. Lassú árnövekedés az új építésű ingatlanoknál, élénkül a vidéki kereslet a szakértő szerint. Kamionbaleset a Baranyai udvar településen, árokba hajtott és kidöntött egy villanyoszlopot a jármű. Bor és kultúra. Idén is együttműködik az Egyetemi Borbirtok és a Pécsi Nemzeti Színház. Megújulhat a Pécsi harmadik színház épülete. Az ingatlan korszerűsítésével és a használatára vonatkozó megállapodás módosításával segíti a pécsi önkormányzat az ikonikus kulturális intézményt. A harmadik színház működése így válhat fenntarthatóbbá, ezzel a színház kedvelők örömére tovább működhet a kortárs darabokat bemutató és jelentős szakmai műhely munkának otthont adó Pécsi Színház. Fémborítás a homlokzaton, vaskeretes régi nyílászárók, sérült lépcsőfokok. Ez a Pécsi harmadik színház épülete kívülről. Az ingatlan belülről is a 80-as, 90-es éveket idézi. Megérett a felújításra a teátrum, mondja a színházat működtető cég tulajdonosa. Ahhoz, hogy a Pécsi harmadik színház művész oldala, tehát a művész színház tudjon működni és tovább tudjunk létezni, ahhoz már szükséges egy korszerűsítés, mert a legutóbb a régész barátai mamutcsontot is találtak, tehát ez inkább már egy régészeti lelet ez a színház. Meg kell felelni a 21. századnak, és akármennyire is fura, gazdasági alapokra kell helyezzünk a művészszínház működését. A felújítás profilbővítést is jelentene, így növelve a lehetőségeket, bevételeket, mondta a Moravec Levente. Ez az egyetlen kiútunk van, hogy a nézőteret, a színpadot konferenciákra, egyéb rendezvényekre fölkínáljuk az érdeklődőknek. Természetesen ehhez jól kell kinézzen. A mellékhelyiségektől kezdve a ruhatárig, a büféig, a színész öltözőkig. És még sok minden másik, sorolta a tulajdonos. Az épület megújítása városvezetői szándék is derült ki a napokban. Készült egy több lépcsőből álló felújítási terv, és ugye ennek az egyik része az, amit nem lehet energetikainak hívni, az a belső, mondjuk úgy, hogy közönségterek, mosdók, különböző részek használata. Ezt hívják első ütemnek a színházi szakértők, és azt mondják, hogy ha ez megújul, ezzel lehet plusz bevételeket szerezni, lehet konferenciákat, egyéb rendezvényeket, egyéb eseményeket bevinni, tehát amikor nincs színházi előadás, akkor lehetne plusz bevételt generálni. A városi költségvetésből pénzt biztosít a munkálatokhoz az önkormányzat, mondta az alpolgármester. Az első ütemre, meg még egy plusz részre, amin dolgoznak a szakértők, a műszaki szakértők, hogy ez most fűtés vagy színpadtechnika, ezt eldöntik idővel, ez kialakul, és akkor erre adunk egy 240 millió plusz áfás keretet. Ezt értelemszerűen, mivel városi az ingatlan, ezért az volt a kérésünk, hogy a város fogja a normál felújítási keretbe tenni, ahogy a városfejlesztési ZRT fogja végrehajtani, és a szerződés szerint üzemeltetheti a Moravec produkció, illetve a harmadik színház az ingatlan. Értelemszerűen a bérbeadás van, akkor annak egy olyan típusú szolgáltatási lába lesz, hogy van egy alapbérleti díj, amit fizetnek a városnak. A támogatási összegeket nem csökkentjük. Így működhet majd a Pécsi harmadik színház. Ruzsa Csaba hozzátette, külön energetikai beruházást is terveznek, ezt pályázati forrásból szeretnék fedezni. Elképzeléseik szerint erre lesz lehetőség a következő 2 évben. Ahhoz, hogy a munkák elkezdődhessenek, még a városi közgyűlésnek rá kell bólintania a bruttó 300 milliós összeg kifizetésére. Ez leghamarabb március 19-én történhet meg. 1% alatti áremelkedést mért az Otthoncentrum az újépítésű lakások négyzetméter árában az első negyed évben. Ilyen csekély növekedés legutóbb a Covid időszak alatt volt a vidéki ingatlanpiacon. A pécsi helyzetről, a helyi piaci folyamatokról kérdeztük a szakértőt.
1% alatti áremelkedést mért az Otthoncentrum az új építésű lakások négyzetméter árában az első negyed évben, írt a közleményében a cég. Ilyen csekély növekedés legutóbb a Covid időszak alatt volt a vidéki ingatlanpiacon. Átlagosan 1 millió forintos négyzetméter áron hirdetik az új építésű ingatlanokat, közölték. A pécsi szakértő megerősítette ezt az adatot, ami igaz a Baranyai Vármegye székhelyen is. Az 1 millió forintos négyzetméter árak azok az új építésű lakásokra vonatkoznak, ott nagyjából 1 millió 100, 1 millió 200 között vannak az új építésre. Használt ingatlan árak azoknak a, hát volt egy minimális csökkenés, de azok úgy nagyjából megállnak. Van egy réteg, amit nagyon keresnek, ez a 30-35 millió forinti panellakások, ugye a téglalakásokat 50-60 millió forintig, és házak is 80 millió forintig. Azt gondolom, most a piac egy kicsit kivárásban van, megváltoztak a sok feltételek, de ahogy mi halljuk meg, ahogy látjuk, Budapesten már elindult azért a piac, és ennek kell egy pár hónap, hogy még legyűrűzik az ide vidékre. A szakértő azt mondja, nem számítanak az ingatlanárak csökkenésére, hiába lassult az új építésű lakások árnövekedése. Azt mondom, az ingatlan piacnak az emelkedésre az összes nagyobb piaci szereplő arra számol, hogy ezek növekedni fognak, akár 10-20%-kal is. Hogy a négyzetméter árak hogy alakulnak, azt előre sajnos nem lehet megmondani, mert az elmúlt években tapasztaltunk pozitívba is fölfelé brutális emelkedést, illetve negatív irányba is, amikor nem számoltunk rá, hogy közben jöttek például az ukrán háború, akkor azutána voltak azért csökkenések is, de az nem volt annyira jelentős. A csok körüli változások a vidéki ingatlanpiacot élénkítik, ez érezhető Baranyában is. Falusi csoknál megemelkedtek az árak, és ott a régi feltételek vannak magyarul, ott még föl lehet venni a meglévő gyerekre is a falusi csokot, ugye és mellé úgy néz ki, hogy ilyen áprilistól ugye több bank is, az 2-3 bank is belement abba, hogy ugye a csok pluszt is ugye mellé föl lehet venni. Innentől kezdve azt gondolom a vidéki ingatlanoknak az ára is meg a kereslettel meg fog nőni, és gondolom föl fog értékelődni ott is egy-két dolog, én azt gondolom. A bankok még nem dolgozták ki azt a verziót, ami a csok pluszt és a falusi csokot tudja kombinálni, mondja Jávor Zoltán. Információik szerint ez áprilisra megtörténik, így a fiatalok egy nagyon jó lehetőséget kapnak arra, hogy Pécs környéki kis településeken találjanak maguknak megfelelő ingatlant. Rövid híreink következnek. Polgári szövetség alakult ki Pécsett a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás Pécsért Egyesület részvételével. A polgári együttműködés Csizmadia Péter polgármester jelöltet támogatja a júniusi önkormányzati választásokon. Kedd este tartotta a pécsi Fidesz városi taggyűlését, melyen a szövetséges politikai folytatása mellett döntöttek a 2024-es önkormányzati választáson indítandó önkormányzati képviselőjelöltek személyéről is. Azok mellett, akik már hosszú évek óta dolgoznak önkormányzati képviselőként a városért, több olyan köztiszteletben álló lokálpatrióta, közéleti kérdésekkel eddig nem foglalkozó jelöltet is sikerült megnyerni a Csizmadia Péternek, akik eddig nem fejtettek ki direkt politikai tevékenységet. Köztük találhatóak olyanok is, akik a tudományos, művészeti és civil életből, a gyógyító szakmákból ismernek a pécsiek, vagy éppen városrészük elkötelezett lokálpatriótájaként, hangsúlyozta. Már lehet jelentkezni a tavaszi Erzsébet táborokba. Május 22-e és június 14-e között osztálykiranduláloknak ad otthont a Zánkai Erzsébet tábor. A diákok hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó háromnapos, ottalvós táborozáson vehetnek részt. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány korszerű szállást, napi étkeztetést, egészségügyi ellátást és mintegy 30 féle osztályközösségeket erősítő élményprogramot biztosít az Erzsébet táborok táborosztatási programja keretében, közölte Hornung Ágnes államtitkár. Az ország egész területéről várják a gyerekeket Zánkára, ahol a 2021-es felújítás óta az összes szállásépület komfortos, a szobákban pedig új bútorok és saját fürdőszoba is szolgálja a táborozók kényelmét. A programok a korszerű közösségi terekben, a felújított sportcsarnokban és színházteremben, valamint a szabadtéren valósulnak meg. A tavaszi Erzsébet táborokba köznevelési intézmények jelentkezhetnek, az iskolák március 28-án 14 óráig nyújthatják be pályázataikat az 1-től 8. évfolyamos diákokkal az erzsébettáborok.hu oldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Olvasható a közleményben.
Csütörtökön este 8 óra körül 4-es fogat látható az égen. Egy egyenes mentén helyezkedik el a Jupiter, a Hold és a Plejádok, valamint a szabad szemmel nem látható Uránusz. Kézi távcsővel egy üstökös is megfigyelhető ugyanezen az estén. A tavaszi égbolt sok különleges szép látványossággal kecsegtet. Március 14-én az esti égen majdnem függőleges vonalban húzódik egymás fölött a Jupiter, a Hold, a fiastyúk, és még az Uránusz szabad szemmel nem látható bolygója is beáll a sorba. Áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Mint írják, sötétedés után 19 órakor a nyugati égboltra pillantva feltűnő jelenség a Hold 25%-os dagadó sarlója közel 40 fokos magasságban. A Holdtól kiindulva az együttállás többi résztvevőjét is könnyű lesz megpillantani. Kidöntött egy villanyoszlopot egy román kamion a Baranyai udvaron, kedd este 10 óra körül. A balesetben senki nem szenvedett súlyosabb sérülést, de a településen több házban nincs áram. A károk elhárítását és a jármű elszállítását szerdán délelőtt kezdték meg. Kidöntött egy villanyoszlopot egy kamion a horvát határ melletti udvaron, kedd este. A sofőr egy kartöréssel megúszta a balesetet, viszont a környező házakban elment az áram. Árokba hajtott és kidöntött egy villanyoszlopot egy kamion tegnap késő este udvaron a fő utcában. A járműre elektromos vezetéket lógtak, ezért az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig a mohácsi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, majd a szakasz feszültségmentesítését követően átvizsgálták és áramtalanították a teherautót. A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott. A baleset szemtanúja a szemközti hez egyikében lakik, és szerdán elmondta stábunknak, mi történt előző este. Tegnapi nap 21 óra 47 perckor pont az első lakást zártam be a házamban, egy szál köntösben, és azt vettem észre, hogy a szokásos 80-90-nel tempózott egy kamion az esős úton, és ekkor, mondom, ilyen alacsonyan nincsen villámlás. Hát nem villámlás volt, hanem kidöntött egy villanyoszlopot és leszakította a vezetékeket. Ez első volt a kamionosnak a kiszedése a fülkéből, ki tudott szállni, segítettem neki. Jobb kezét fájlalta, illetve erősen remegett, reszketett, ami enyhe sokra utal. Azonnal létesítettem félkézzel a 112-t, félkézzel őt támogattam. A tűzoltóság érkezett meg elsőnek, másodiknak a rendőrség, harmadiknak pedig megérkezett a mentő. Horváth Nikolett, a Baranya megyei katasztrófavédelem szóvivője kiemelte, hogy ilyen balesetek esetén ne menjünk a jármű közelébe, hiszen fennáll a veszély, hogy az áram alatt van. Hogyha olyan balesettel szembesülünk, hogy elektromos vezetékek lógnak le, és azok még áram alatt vannak, akkor semmiképp sem menjünk közel, hívjuk a 112-t, és várjuk meg a szakemberek kiérkezését. A kamion és a villanyoszlop maradványainak eltakarítása szerda délelőtt kezdődött. A bor és kultúra már régen összeforrt. A borok varázslatos világa és a művészet sokszínűsége erősítik egymást. Mindez hangsúlyozza a Pécsi Nemzeti Színház és a Pécsi Egyetemi Borbirtok együttműködésének fontosságát az idei évben is. A két intézmény erről tájékoztatta a sajtó képviselőit szertán. A Pécsi Egyetemi Borbirtoknál az elmúlt években folyamatos fejlesztések történtek, idén sem lesz másként. Építik, szépítik nem csak a borbirtokot, hanem technológiai fejlesztéseket is végeznek, ami azt jelenti, hogy új telepítéseket is évről évre terveznek, illetve valósítanak meg a kutatóintézetben, mondta Madaras Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet elnöke. Ebben az évben és a tavalyi 6 hektár után ebben az évben további 2 hektár új szőlőt telepítünk, ami egy kísérleti tábla lesz, ez nagyon érdekes lesz, hiszen itt van, hogy soronként, de van, hogy tőkénként más szőlőfajták, vagy pedig jövendőbeli nagy reménységek lesznek majd telepítve, amivel a kutatóink fognak, nemesítőink a jövőben dolgozni fognak még éveken keresztül, és ki tudja, lehet, hogy egyik közül az egyik a következő évtized nagy slágere már itt van Pécsen. Az elmúlt években egy olyan szakmai csapatot sikerült kialakítaniuk, amely nem csak a kutatóintézetek közül kerülhet dobogós helyre, hanem a nemzetközi élvonalba is megállja a helyét, tette hozzá az elnök. Ennek egyik első mérföldköve az volt, hogy a kutatóintézet 70 éves fennállása alatt az első Horizon nemzetközi szakmai programjába is bekerült dr. Teszlák Péter vezetésével, ami egy nagyon nagy elismerés számunkra, hiszen ide tényleg csak a legjobbak kerülnek be.
Madaras Zoltán szerint a bor és a kultúra kéz a kézben jár. Ezt a gondolatiságot szeretnék erősíteni a Pécsi Nemzeti Színházzal. Hiszen jó bornak is, jó színháznak is kell a cégér. Ezért azt szeretnénk, hogy közös megjelenésekkel, programokkal, akciókkal lendítsük egy kicsit tovább az élet szekerét. Egyik ilyen megjelenés lesz az, amit az online médiában fognak látni majd a kedves hallgatók, illetve nézők, hogy a Pécsi Nemzeti Színház színészei ilyen egyperces novellákat, verseket mondanak a borról, amelyeket hónapról-hónapra megjelenítünk. Ez mindig aktuálisan összeszűve az időjárásra, vagy az évszakkal, vagy éppen a szőlészetben folyó munkálatokkal. Az egyetem és a színház két komoly brand. Közös erővel sok jót kihozhatnak egymásból. Kiváló előrelépés lehetséges mindkét fél számára, mondta Lipit Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Hogyha mi összefogunk, és például ilyen közös rendezvényeken veszünk részt, az segíti a másik munkáját, erősíti is. Még jobban fel tudjuk egymás munkájára hívni a figyelmet, reflektorfénybe tudjuk egymást helyezni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kapcsolat, nagyon gyümölcsöző. A Pécsi Egyetemi Borbirtoktól kapunk néha finom borokat, van a színháznak ugye bora is, a Pécsi Nemzeti Színháznak saját bora, amit a Pécsi Borbirtok bocsát rendelkezésünkre minden évadban. Nagy örömünkre a Borbirtok munkatársai rendszeresen látogatják az előadásainkat. A színház legutóbb egy évadnyitói társulati ülést tartott a Pécsi Egyetemi Borbirtokon. Ezt a hagyományt szeretnék megtartani a jövőben is. A terveink között szerepel, hogy olvasópróbákat is fogunk a Pécsi Egyetemi Borbirtokra vinni a színházból, ez a jövő zenéje. De nagyon jó a kapcsolat a két intézmény között, és már látjuk a hozadékait, hogyha említjük, hogy Pécsi Egyetemi Borbirtok, akkor már sokan bólogatnak, hogy igen, hallottam róla. Tehát tudjuk egymás hírét vinni a szűkebb pátriánkban és a nagyvilágban is, azt gondolom. Lipit Zsolt hozzátette, szeretnének jövőre még több új előadást tartani. Két darabbal többet mutatnak be, mint az idei évadban, ugyanis nagy az érdeklődés az előadásaik iránt. A tervekről a sajtó képviselőinek számoltak be az együttműködő felek szerdán. Csizi László, villamosmérnök, képzőművész három alkotói korszakának igencsak különböző technikai eszközökkel készített munkáit mutatja be. A vonalrendszerek variációit használja munkája során. Legújabb és korábbi számítógépes grafikáiból látható kiállítás Pécsen a Művészetek és Irodalom házában. Az újra felfedezett vonalak elnevezésű tárlaton korábbi munkáiból indult ki, illetve azokat folytatva alkotta meg képeit Csizi László képzőművész. A mintegy negyed évszázada ezzel a témával foglalkozó művész az elektrografika világába viszi el közönségét. Három alkotói korszakáról beszélt a művész, a kiállításon is három blokkban helyezték el a képeket. Akkor a vonalak azért is természetes adottság volt, mert egy asztali plotterrel tudtam kirajzolni az elkészített programokkal létrehozott, elképzelt rajzokat, és ugye azzal csak vonalat vagy pontot tudtam rajzolni. Itt például a falon látunk egy vonalhálót, aminek egy külön érdekessége, matematikai függvényeket használtam a grafika kialakításához, ahol itt a véletlen függvény nagy szerepet kapott, a random függvény, tehát időnként elhagyta a rajzolatot a véletlen generátor segítségével a rajzgép, más esetekben pedig kifejezetten torzította. Tehát két különböző hatás. A második korszaka a 80-as évekre esik. Ekkor a mikroszámítógéppel történő alkotást be kellett fejezni, mert leálltak a szerkezet gyártásával. Jött a PC korszak, de ezek a számítógépek nem voltak alkalmasak az analitikus feladatok elvégzésére. Ezért a természetvilágához fordult Csizi László. Ezért azt kezdtem el elemezni, hogy a természetből milyen struktúrákat tudok felhasználni. Először is digitális fotók készültek, például ezen a képen látjuk egyébként az 56-os forradalomnak a 60. évfordulójára egy országos pályázatra készült, nyert is egy külön díjat. Itt a Moson-Magyaróvári határlő laktanyának a kontúrja látszik. A harmadik korszaka az, amikor egy plexréteg két oldalára lézerrel történik a mű felvitele. Ami közös a három korszakban, az a vonalakkal való játék. Lézergravírozással viszem fel a önállóan megtervezett két grafikai réteget. Tehát ezek a rétegek vagy kis eltérésekkel, ilyen sajátos
mozgásokat hoznak ezáltal létre, vagy pedig teljesen eltérő második komponense, második grafikai komponense a közös grafikának. Az újra felfedezett vonalak ezen a héten még láthatók Pécsen a Művészetek és Irodalomházában. A régió híreivel folytatjuk. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szekszárdon a júniusban esedékes helyhatósági választásokon. A hírt Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője jelentette be Facebook oldalán. Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármestere jelöltje úgy fogalmazott, a békétlenség, a széthúzás, a város fejlődését akadályozó személyes konfliktusok Szekszárd jövőképébe nem tartozhatnak bele. Én több mint 20 éve töltöttem el a szekszári városházán, és abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy dolgozhattam mind a három rendszerváltás utáni polgármester hosszú éveket. Értelemszerűen egy ilyen szituáció nagyon sok tudással felvértezi az embert, és az utóbbi időszak, utóbbi éveknek a békétlensége értelemszerűen engem is arra sarkalt, hogy vállaljanak szerepet a közéletben olyan hiteles személyek, akik úgy gondolják, hogy a saját életútjukkal, a saját mentalitásukkal, hitvallásukkal egy jobb irányba téríthetik a várost. A jelölt kiemelte, ismeri a szekszárdi közélet szereplőit, a civil oldalt és a település kulturális értékeit. Azok az értékek mentén kell ezt a várost újraépíteni, amelyek amúgy is adottak és amelyek nagyon fontosak. Ez amennyiben összefogással és közös munkával is párosul, én azt gondolom, akkor újra sikere lehet Szekszárdnak, és egy következő időszakban megint akár visszatérhetnek azok a beruházások, visszatérhetnek azok a források, melyek sajnos az elmúlt években elvesztek, de ennél is fontosabb, hogy a közélet javuljon, beszélgessünk egymással, merjünk egymás szemébe nézni, és szeretett városunk iránt közösen dolgozzunk. Berlinger Attila a jelenleg betöltött pozíciójával kapcsolatos kérdésre is válaszolt, hiszen 2021 óta ő a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Nézzük ennek az egyszerű hátterét. Ugye június 9-én a jelenlegi jogszabály alapján, akit a város lakossága polgármesteri választ, az belép ebbe a pozícióba. Értelemszerűen ez abban az esetben majd, ha ez így megtörténik, ez egy városi intézmény, illetve egy önkormányzati cégnek a sorsát is befolyásolja. De azt gondolom, most ne ugorjunk előre, nem itt igazából ez a legfontosabb kérdés, hanem inkább az a munka, amely a következő hetekben, hónapokban ránk vár, ahhoz, hogy a város sorsát, illetve szekerét újra kilángassuk a kátyúból, és egy szebb jövőképet vetítsünk a városlakók részére. A jelölt szerint közösen egy újabb jövő épület Szekszárd számára. Megújult a Szentháromság templom Tevelen. Az ünnepi alkalmon a szentmisét követően felszólaltak Potápi Árpád János és Soltész Miklós államtitkárok. Különös szeretettel kérem, hogy az egyházközségekben a teveli szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta. Úgy fogalmazott, a templom korszerűsítésével egyben a közösség is megújul. Mint egy családi háznak, és ha felújítottuk a családizat, mégis a titka az, hogy ott belül a családi asztalnál megújultunk-e, megújult-e a szívünk, a szeretetünk, az egymásra figyelésünk. Hát én abban bízom, és abban hiszek, hogy itt is a közösség is meg fog újulni, a falak az összetartás megerősítésével. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a templomért köszönetet kell mondani a németősöknek és azoknak a régi tevelieknek, akik a települést a török hódoltság után újra létrehozták. A templom nem csak egy épületet jelent, nem csak köveket, nem csak téglákat, nem csak az oltárt, hanem a templom jelenti azt a közösséget is, akik itt vannak hétről hétre ebben a templomban, hiszen ez a kettő együtt jelenti igazából a templomot. Amikor a templomot megerősítettük, akkor abban bízva erősítettük ezt meg, hogy a közösséget is, a templom közösségét, a templom népét is megerősítettük. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott Tevelen. Úgy fogalmazott, a völgységi és a teveli emberek is megszenvedték az elmúlt évszázadot. A betelepített bukovinai székelyek, a felvidéki magyarok és a németség megbékélésének is köszönhető, hogy a templom megerősödött.
melynek az állapota szörnyűséges volt, veszélyben volt, és most hála Istennek hosszú évtizedekre újra értéket tud mutatni a közösség számára. Mindamellett pedig az is mutatja ennek a közösségnek az erejét, hogy székelyföldi testvérek is itt voltak a testvértelepülésről, és mindenképp ez mutatja, hogy Kárpát-medencében a magyarság a nemzetiségekkel együtt fantasztikus nagy dolgokra képes, nagy dolgokat tud alkotni. Fazekas Attila, Tevel polgármestere számára 2022-ben vált nyilvánvalóvá, hogy az épületet muszáj renoválniuk, ekkor fordult a miniszterelnökséghez. Mi két alkalommal kaptunk anyagi támogatást, ez 105 millió forintra rúg ki. Ebből sikerült is megvalósítani vonóvasas összehozatás, illetve egy új megerősített tetőszerkezet és egy cserépfedés került a templomunkra. Egy új vízelvezető csatorna és villámhárítás is megvalósult. A polgármester kiemelte, a település számára lélekösszekovácsoló jelentősége van a most már felújított templomnak. Egyre népszerűbb a gondosóra program Somogyban is. A 65 év felettieknek nagy biztonság érzetet ad. Az ingyenes szolgáltatás, amely egyszerűen igényelhető és használata, kezelése sem bonyolult. A diszpécser szolgálat egy gomnyomással elérhető és a helyzet súlyosságát mérlegelve segít az idős embereknek. Az alig 400 lelket szemláló somogyi faluban Gigénél Bojtor István édesanyjával, Berta nénivel. Az idős asszonynak már van gondos órája, amit nagyon hasznosnak tart. Meg kell nyomni ezt a gombot, amit a piros gombot, és akkor jelentkeznek. El kell mondani, hogy hol vagyok, mi történt, stb. A településen elsők között igényelték a gondos órát, mivel Berta néni nehézkesen mozog. Ajánlották is meg, már hallottunk róla, hogy nagyon jó, bárhol lehet hívni a segítséget. Egy gombnyomással is már jelentkeznek, úgyhogy ha bármilyen már sokszor elesek, csak azért nem is járok sehova, mert nem tudok. Volt két törésem, három, műtét, csipő, minden. Úgyhogy azok a törések mind az esést, a gerinc ki van, és nem tudok úgy egyensúlyt tartani, ahogy kell. Csak egy picit megakad valahol a lábom mellesen. Pista bácsi nemrég költözött vissza a szülői házba, miután egyedül maradt, megözvegyült. Bár egyelőre még csak édesanyja rendelkezik gondosórával, ő is szeretne igényelni egyet magának, mert nagyon hasznos és fontos dolognak tartja baj esetén. Az idősebbnek főleg az, hát hol valaki nincs mellettük, tudja megnyomni a gombot, tudja segítséget kérni. Nekem meg azért, ha elmegyek valahova, mert nekem még van kocsim is, tudok adatni, és ha közben rosszul leszek, akkor megnyomom. A szociális gondozó szerint az idős embereknek nagy biztonságérzetet ad a gondosóra. Nem csoda, hogy Gigén is egyre többen igénylik. Karon hordva vagy nyakba akasztva viselhető, és egy gombnyomással jelezhetik, ha baj van. Nagy biztonságban érezhetik magukat az idősek, a nyugdíjasok, mert 65 év felett már mindenki megkapja, hogyha nem muszáj, hogy annyira idős legyen, de ha elesik, vagy bármi történedik vele napközben, és nincs itthon senki, vagy nincs a közelben szociális gondozó, vagy bárki, akkor megnyomják a gombot, és azonnal a diszpécserbe jelentkezik. Somogyban idáig több mint 17 ezer idős igényelte az ingyenes gondosóra szolgáltatást. Regisztrálni is egyszerűen lehet, akár valamely családtag is megteheti, néhány személyes adat megadásával. Híradunk végén, Baranyai témáink még egyszer röviden. Megújulhat a Pécsi harmadik színház épülete, 300 millióból korszerűsítenék az ingatlant. Lassú árnövekedés az új építésű ingatlanoknál, élénkül a vidéki kereslet a szakértő szerint. Kamionbaleset a Baranyai udvar településen, árokba hajtott és kidöntött egy villanyoszlopot a jármű. Bor és kultúra, idén is együttműködik az Egyetemi Borbirtok és a Pécsi Nemzeti Színház.
Csütörtökön a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Helyenként még élénk lesz az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű, majd délutánra 10 és 16 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!